hogy a piroson úgy megy át, hogy a megállásjelző vonal előtt már piros van neki, azokat megállítjuk följebb egy 500 méterre. A közlekedés biztonsági ellenőrzések során a rendőrség drónokat is használ. Csütörtökön délelőtt a 81-es főúton Mór térségében vetették be az eszközt annak érdekében, hogy visszaszorítsák a piros lámpán való áthaladást. A szabályok betartását ezúttal a kamionok és a buszok tekintetében vizsgálták a rendőrök. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának éves ellenőrzési terve alapján tart a magyar rendőrség országos akciót február 19 és 25-e között. Az egyenruhások ebben az időszakban célzottan a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik. A roadpool keretében kiemelt figyelmet fordítanak a vezetési és pihenőidővel, valamint a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok betartására, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét is vizsgálják.